A vasútépítést és a pályafenntartást ma már olyan korszerű gépsorok segítik, amelyek szinte teljesen kiküszöbölik az emberi munkát. A nyitott vasúti vágányokon a gépesítésre kedvezőbbek a körülmények, mint a villamos vasúti pályákon, ahol a burkolat eltakarja a sínek alátámasztását, a kapcsolószereket, és rendkívül munkaigényessé teszi a feltárást. Itt a hibák csak akkor észlelhetők, amikor már az útburkolat vágánymozgás következtében romlásnak indult. A javításra a gyakorlatban a munkaerőhiány miatt csak akkor kerül sor, amikor a pálya és a burkolat teljes felújítását kell elvégezni. Ez a munka viszont csak igen költséges forgalomeltereléssel oldható meg. Ilyen körülmények között a szakemberek már régóta olyan tartós pályaszerkezeti megoldásokat kerestek, amelyek egyrészt lehetővé teszik a gépesített burkolatbontást és fektetést, másrészt a forgalom zavarásának csökkentését. E célok érdekében először felhagytak a szivárgó vizekre érzékeny, zúzott kő gerenda ágyazatokkal. Helyükbe a burkolt vágányok alá is keresztaljakat fektettek. Mindgyakrabban kezdték használni a helyszínen készített vasbetonhoz gerendákat vagy a betonlemezeket. A kis és nagy kockakő burkolatot is felváltotta a beton, illetve az aszfalt burkolat. A legnagyobb problémát azonban továbbra is az jelentette, hogy az építés és a korszerűsítés összes műveletét a helyszínen a forgalom zavarásával végezték. Fejlődés érdekében a pályaépítésnél is rá kellett térni az előregyártási módszerekre. Ismerkedjünk meg az úgynevezett nagypaneles, tömbsínes, gumiszalag leerősítésű vágányszerkezet építésének technológiájával. A korszerű pályafelújítás is természetesen a régi burkolat felbontásával, a vágánymező eltávolításával, a sínek darabolásával, elszállításával és a régi ágyazat kiemelésével kezdődik. A burkolatot a vágánytengelytől az úttest felé a csatlakozás kialakíthatósága érdekében 140 cm szélességben a végleges pályaszint alatt 21-23 cm mélységig kell felbontani. A vágánymező felbontását hidraulikus vágány kiemelőgéppel végzi. A gép 8 méterenként 40 cm magasra emeli a mezőket, és így lehetővé válik a burkolóköveknek a sínek közül való eltávolítása és a sínek darabolása. A 6 méteres síndarabokat darúval készítik elő az elszállításhoz. Bontás után a régi zúzott kő ágyazat felületéről a sarat és az egyéb szennyeződést tológéppel távolítják el. Ennél a munkánál ügyelni kell arra, hogy a megmaradó ágyazat felülete sima maradjon.
Ezt követően a beépítésre kerülő tömbsíneket a pályán kívül legalább 72 méter hosszúságúra hegesztik össze. Majd a varatokat a sínkoronáról és a sínfej oldaláról lecsiszolják. Ezután a tisztított és fellazított zúzott kő ágyazatra finisherrel aszfaltbetont terítenek. Ezt a réteget tömörítik. A tömörítés akkor megfelelő, ha a talpsík és a tömörített réteg közötti magasságkülönbség 2-3 cm. A terítés felső síkjának a kitűzés alkalmával beállított biztosító kövekhez kell igazodnia. Ezután a tömör ágyazatra helyezett iránysínek pontos magasságát beállítják az útburkolat szintjéhez. Az ágyazó réteg felhordása a következő művelet. Majd az ágyazat lehúzó sablonnal alakítják ki a 2-3 cm-es laza réteget. Ha ez az ágyazó réteg 15-20 méter hosszon elkészült, megkezdhető a panel fektetés. Az ágyazó rétegre fektetik a különböző méretű lemezaljakat, paneleket. 40 és 500 méter közötti sugarú ívekben kisméretű paneleket használnak. Egyenes pályán és 2000 méternél nagyobb sugarú ívekben 6 méteres paneleket építenek be. A nagy paneles pálya szerkezete egyesíti a hagyományos keresztaljas vasúti pálya elemeit. Újszerű megoldásként a síneket gumiba ágyazzák. Az acéllemes síncsatornával ellátott előfeszített lemezaljakat a betonelemgyárból szállítják az építés közelében lévő tárolóhelyre. A szállítás és rakodás Klaus rakodógép segítségével történik. Az emeléseknél az ékes függesztékeket a végektől 5-10 cm-re szimmetrikusan helyezik el. A 6 tonnás elemeket elektronikusan vezérelt hidraulikus daru emeli a járműre. A Klaus rakodó és szállítógép egyszerre 3 elemet szállíthat a beépítés helyére. Lerakásnál a csatlakozó panelek homlok oldalai között 14 mm-es hézagra van szükség. Ügyelni kell arra is, hogy az acél síncsatornák alsó síkjai egy szintbe essenek. A panelek finom beállítását fogaslúd emelővel végzik. A 6 méteres nagy panelek csak egyenesben vagy 2000 méter feletti sugarú ívekben használhatók. Kisebb sugarú ívekben rövidebb paneleket építenek be autódarú segítségével. Az ívekbe kerülő keskeny lemezaljakat úgy kell elhelyezni, hogy a belső oldalon a lemezaljak sarka közötti hézag 10 mm legyen. A panel fektetéssel egy időben 150 méterenként kell beépíteni az áramvisszavezető kábel vágánybekötésének kialakítására alkalmas elemet. A panelek fektetését az acélsíncsatorna gondos tisztítása követi. Az alátét gumiszalagok elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy a szalag megszakítás nélkül gyűrődésmentesen középhelyzetben kerüljön a síncsatorna aljára.
Ideiglenes megszakítások csak a szívópontoknál lehetnek. A megtisztított iránysíneket az autódaró úgy emeli rá a panelekre, hogy a sín ne deformálódjon. A fektetési szakasz legelején vájúsín, tömbsín átmenetet építenek be. Végleges beépítésnél az átmenet vájúsínes részét két darab kereszt aljjal támasztják alá. Az ívekbe kerülő tömbsíneket ívesítik. Ez 100 méter ívsugár alatt csak műhelyben végezhető. A pályába helyezett tömbsínek záróhegesztése csak feszültségmentes pályán és csak 10-20 Celsius fok között készíthető el. A szívókábel felhegesztését a tömbsínek záróhegesztésével együtt fejezik be. A tömbsínek ideiglenes rögzítésére szolgáló gumi ékeket a szorító gumiszalag bepréselése előtt eltávolítják. A sínszálak ütögetésével a sínben lévő feszültség csökkenthető. Így a végleges gumi benyomásakor minimális lesz a feszültség. A fesztelenítés után meg lehet kezdeni a préselést egy speciális gumi benyomó berendezéssel. A gumibenyomógépet egy Buda aláverőgépből alakították ki, amely egyszerre mind a négy szorító gumiszalagot bepréseli a sínszálak mellé. A gép haladási sebessége óránként 40-50 méter. A préselés alatt a kezelők állandóan ellenőrzik, hogy a gép a gumit teljesen benyomta-e a sínek mellé. A vágányok közötti területre az úgynevezett nagy középbe 3 méteres tengelytáv esetén 80 cm x 6 méteres, 3 méter 20-as tengelytáv esetén 1 méter x 6 méteres panellemez kerül fektetésre. . 300 méter évsugár alatti vágánynál a nagy középen, a széleken pedig minden esetben a csatlakozó úttest burkolatával azonos burkolatot készítenek. A csapadékvíz elvezetésére víznyelő aknákat építenek. A lemezaljak hosszirányú hézagait a panel szintje alatt 4-5 cm-es mélységig híg cementhabarccsal kiöntik. Ennél a munkánál a keresztirányú hézagokba történő átfolyást meg kell akadályozni. A gumibitument csőrös kiöntőbögrével rétegenként juttatják a hézagokba, ügyelve arra, hogy a lecsepegő anyag ne kerüljön az elemre. A kiöntő anyag üllepedése után a szükséges utánöntéseket a panel szintjéig el kell végezni. Az emelőnyílásokat a fészek aljára helyezett vaslemezzel fedik le, majd a tetejére gumibitument öntenek. Az ívekben alkalmazott keskeny lemezaljak keresztirányú hézagainak kiöntéséhez is gumibitument használnak. A szorító gumiszalag végek közötti hézagok kitöltésére jól beváltak a rugalmas vízzáró kötőanyagok. A nagy paneles tömbsínes gumiszalag leerősítésű vágány szerkezet alkalmazásával a vágányfelújítás ideje lényegesen lerövidíthető. Ez azt is lehetővé teszi, hogy éjszakai műszakban a nappali forgalom zavarása nélkül készüljön el a pályacsere. A gépesíthető technológiával pedig mentesülnek a pályamunkások a nehéz fizikai munkától.
Gyorsaság, gépesítés, zavartalan forgalom. Az új korszerű technológiával mindez elérhető.